Bemutatjuk a Derrick című bűnügyi sorozat filmjét. A szemtanú. Robert, Erik beszél. Erik Schuster. Erik, szevasz! Rég nem adtál életjárt magadról. Hát igen. Hogy vagy? Dolgozol már valahol? Ó, nem, még nem. Eddig nem sikerült másik álláshoz jutnom. Nem olyan egyszerű ez manapság. Kérvényeket küldözgetek folyton, de hát... Szóval ezért is hívtalak fel. Szeretnék lemásolni bent egy pár iratot. Életrajz, bizonyítványok és a többi, ami kell. Lemásolni? Igen, ha használhatnám bent a fénymásolót. Hát persze, nézd be holnap ide a céghez. Napközben? Az kellemetlen nekem, hiszen a főnökök kirúgtak onnan. Ne túlozd el, nem kirúgtak. A lényeg ugyanaz, egyik napról a másikra az utcára tettek. Szóval egy pár emberrel nem szívesen találkoznék. Akkor hogy segíthetek? Add kölcsön nekem a cég kulcsát, jó? Otthon találok ma este. Ha otthon vagy, elugranék hozzád a kulcsért. Ma este? Igen, csak egy pár percre kell a fénymásoló. Na jó, gyere el a kulcsért. Foglalj helyet. Csak egy percre. Hogy van a feleséged? Elköltözött tőlem. Tudod, nem nyugodott bele abba, hogy megváltoztak a körülmények. Nem nyugodott bele? Inkább kivett valahol... Egy kis szobát magának. El is váltatok? Á, nem, csak most külön élünk. Ami persze majdnem ugyanaz. És a gyerekeid? Ők már kirepültek a házból. Nem, úgy értem, mit szólnak hozzá? Semmit. Fütyülnek rá, ők sose voltak rólam nagy véleménnyel. Nyilván sikeresebb apát szerettek volna. Ide adod a kulcsot? Hát persze. Ezt másolom le. 30-50 példányban. Ja, értem. Ja, a papírt persze kifizetem. No, ne vozzak olyan miatt, ne fájjon a fejed. Mindjárt menni akarsz, vagy még iszol egy kortot? Igen, indulok, hogy még feladhassam a leveleket. Thank you.
estét. Maga az? De megijesztett, jó estét. Maga még dolgozik? Igen, néhány iratot másoltam le. Van még valaki az épületben? Azt hiszem nincs, de talán mégis hallottam valamit az előbb. Hol hallott valamit? Lent a lépcsőházban. Ne idegy be. Csak az ajtókat ellenőrzi, aztán tovább megy. Itt hallottam. Csattanást? Valami olyasmit. Ott van az ékszerüzlet. Menjen most ki. Várjon az utcán. Ne menjen még el. Én itt maradok. Holtes pontos fekvéséről vázlat készül. Mm. Stefan! Mi van? Gyere egy percre. Megyek. Nézd oda! Fentről ereszkedtek le kötélen, a világító aknában. Lent pedig a mosdóablakon hatoltak be. Szép sport teljesítmény volt. Igen. És az ablakot lent? Az nincs biztosítva. Így fogta ki a riasztó berendezésem. Csak a kirakat, az utcai és a hátsó ajtóval rákapcsolva. Mm-hmm. Csak egyet furcsálok. Miért nem ugyanígy jöttek vissza? Miért a hátsó ajtó? Tudták, hogy ott megszólal a riasztó. Mm-hmm. Hol van az a szemtanú? Lent vár az üzletben. Ő Schuster úr. Látta a tetteseket, emlékszik a külsejükre. Nagyszerű. Azelőtt itt dolgozott, és ma este a korábbi munkáján a fénymásolót használta. Egyáltalán hogy jutott be a házba? Megkértem az egyik volt kollégámat, hogy adja kölcsön a kulcsát. Én engedéllyel használtam a fénymásolót. Mm. Amikor bejött a házba, gyanú zörejt hallott. Aztán elmondta az éjjeli önnek, aki éppen körbejárt itt, ugye? Jóságos Isten. Elrohantak előttem, és beugrottak egy autóba. Le tudja írni a tetteseket? Hát, elég sötét volt az utca. Emiatt nem láttam egész pontosan a két férfit. Meg is voltam rémülve, mert előtte dördültek el a lövések. Azt mondta, fiatal emberek voltak. Hány évesek? Hát, 30 körüliek. Talán fiatalabbak. Sötét nadrág volt rajtuk. Jackie.
Sapka. Többet nem tudok. De az arcukat azért látta? Felismerni őket, ha néhány fényképet mutatnánk? Fényképet? Igen, a rendőrségen. Nyilván tartjuk azokat az embereket, akik ilyen ügyben szóba jöhetnek. Mit akarsz? Megérkezett az ékszerész, Massoni úr. Szerinte a kár úgy körülbelül 2,5 millió. Massoni úr? Igen. Ez rettenetes, az őrület. Minden eltűnt, ami csak volt a boltban. Este minden ékszert, ami a vitrinekben van, ide zárunk el. Előírja a biztosító. Igen. És most eltűnt minden. 2,5 millió? Igen. Én itt dolgoztam ebben a házban évekig, de hogy egy embernek ekkora érték legyen az üzletében, azt nem hittem volna. Nincs véletlenül egy cigarettája. Tudja, én abba hagytam a dohányzást, de most egyszerre nagyon jól esne. Sajnos. Igaz, valószínűleg nem tenne jót nekem. Schuster úr? Igen? Jöjjön, legyen szíves. Szabad 2-3 alkalmazottat behívnom a kár megállapítására. Csak ha már befejeztük a nyombiztosítást. Massoni úr! Igen, tessék. Itt dolgoztam ebben az épületben. Ön nem ismer engem? Nem ismerem. Mikor jöhetnek az embereim? Tudja, minél előbb le kell adnom a biztosítónak a kárbejelentést. Igen. Ez a kötelességem. Csak reggel lehet róla szó. Massoni úr! Ismerte az éjjeli őrt? Igen, ismertem. Évek óta. Gyakran beszélgettünk, ha később mentem haza. A családról például... Itt pillanat. Értesítették az áldozat családját. Igen, elindult egy járőrkocsi. Jó, köszönöm. Két gyereke van. Fia és lánya. Ő egy kicsit beteges volt, de azért éjjel járkálni még tudott. Azt mondta, hogy szeret sétálgatni. Na igen. Most aztán. Igen. Most hová kell bennünk? Az irodámba. Ez a sok ember mind elkövethette? Igen, a számítógépünk szerint. Ne siess el, nézze meg alaposan a fényképeket. Rendben. Egy pillanat. Fel kell idéznem azokat az arcokat az esti utcán. Úgy rohantak ki a házból, mint a sprinterek valami futóversenyen. De azért elég jól láttam az arcukat. Nekem ugyanis rendkívül gyors a felfogásom. A főnökeim persze más véleményen voltak. Tévedtek. Vág az eszem. És az arcmemóriám is jó. A Massonié nem az. Az ékszerészi a házban. Éveken át jártam el előtte, és ő nem ismer. Tovább. Ez az? Hadd gondolkozzam még. Tarthatnék egy kis szünetet? Természetesen. Nem kér valamit inni? Hát ez jó ötlet. Bálinga gondolom nincs. Én most azt innék. Igaz, hogy egy falatot sem ettem még ma este. Biztos nem is tenne jót a pálinka. Az a helyzet, hogy most üt ki rajtam mindaz, amit átéltem az este. Érték, ugye? Tökéletesen megértem. Szinte a szemem láttára öltek meg valakit. És a 2,5 millió hatalmas összeg. Billy! Lesz, és vidd haza, Schuster urat. Jó éjszakát. Jó éjszakát.
Parancsoljon. Köszönöm. Azt hittem az egyik fényképnél, hogy ráismert valakire. És nem akarta megmondani nekünk? Igen, nekem úgy rémlett. Lehet, de talán csak izgalmában akadt el. Attól a 2,5 milliótól rettentően oda volt. Ennél tétovázott. Ez kicsoda? Johannes Halsner. Tessék. Erika, én vagyok. Csak nem aludtál már. Bocsáss meg, de muszáj elmondanom neked, mi történt ma este. Gyilkosság. Egy gyilkosság tanúja voltam. Mi? Miféle gyilkosság? Mi az, hogy tanúja voltál? Mi ez az egész? Képzeld, Bassoni ékszerüzletét kirabolták. 2,5 milliónyit vittek el a széfből, és lelőtték az éjjeli őrt. Én meg kint álltam a kapu előtt. A kapu előtt? Tessék? Igen, mert ezt majd később mondom el. A lényeg az, hogy ott voltam. Szóval lelőtték az éjjelőrt, és kirohantak az orrom előtt. Erika, én láttam őket. Aztán be kellett mennem a rendőrségre, és fényképeket néznem. Azokét, akik szóba jöhetnek az ügyben. Mi az, hogy a rendőrségre? Miért vittek be téged a rendőrségre? Ide figyelj, egy szót sem értek abból, amit mondasz. Talán berúgtál. Hogy van képed ilyenkor felébreszteni? Erika, nem szaladhatnék föl most hozzád. Én... Ilyenkor? Igen, most, mert tanácsot kell kérnem tőled. Ott lehetek 20 perc múlva. Nem, most aludni akarok. Gyere inkább holnap reggel. Holnap reggel. És meg, rettentően fontos lenne. Olyan rettentően fontos nem lehet, hogy ne érne rá holnap reggelig. Megértetted? Igen, megértettem. Csak holnap reggel. Na jó, mondtam már, rendben. Akkor várj holnap reggel. Keresnek valakit? Igen, maga biztosan ismeri. Halsner, Johannes Halsner. Á, Joe. Nem tudja, hol találjuk? Muszáj elárulnom. Halsner úr? Miről van szó? Egy kis beszélgetésről. Á, szóval alibi, és ma estére? Aha. Mikorra parancsolják? 23 órára megfelel. 11 várjunk csak. Hadd gondoljam végig. Na, nem, mintha zavarba hozhatnának. Alibi mindig van, tanúm is annyi, amennyi kell, de... Miért kérnek tőlem alibit? Gyerünk a lakására. Keresgéljenek csak. Nem kell házkutatási parancs. Én nem szoktam szőrözni. Látszik magán. De nem árulnak el végre, mit keresnek? Ékszert. Ékszert? Megérhető, hogy több mint 2,5 millió, de nem valószínű, hogy itt megtaláljuk. Aha. Akkor mit akarnak tőlem? Kik igazolják az alibiét? Egyfolytában azt kérdezte, miért engem szúrtak ki? A régi lemez. Ezeknek minden persze van alibi, ha kell 25 órára is. De miért faggatott folyton, hogy jutottak el hozzám? A pisztoly, amiből ezeket a lövedékeket kilőtték, nincs nyilvántartva. A számítógépes összehasonlítás eredménytelen volt. Értem. És mi van azzal a kötéllel? Egyelőre folyik a vizsgálat. Olyan kötél, amit többnyire vitorlásokon használnak, a hajó kikötésére. Milyen hosszú a kötél? 8 méter.
És hogy volt odakötve? Úgy értem, matróz csomóval? Nem, egészen egyszerű csomóval. Vannak cipőnyomok a világítóakna falán? Semmi. Semmi? Semmi. Akkor ezek csak artisták lehettek. Lejutnak oda, mégpedig nehéz cuccal. És nem hagynak nyomot a falon. Mi van az üzletben? Hm? Összehasonlították már az új lenyomatokat? Rengeteg új lenyomatunk van, de össze kell hasonlítanunk az alkalmazottakéval. Egyébként is minden jel arra van, hogy a tettesek kesztyűt viseltek. Épp a kárlistát állítjuk össze. Nagyobb a kár, mint hittük. Igen. Massoni úr, a széfből elrabolt ékszerek valószínűleg egy tömegben kerültek a tettestől az orgazdához. Minket az érdekel, mely darabokat lehet azonnal továbbadni. Melyeknél ütközik ez nehézségbe, és melyeket kell esetleg átalakítani. Tehát, ha a kárlistát készítik, kérem, ezt is jegyezzék fel. Jó? Jó. Kitűnő. Gondod lesz rá ezzel? Igen. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Itt lakik... Wiesner úr. Igen, ott hátul. Köszönjük. Szívesen. Jó napot. Ugye itt lakik Wiesner úr? Ha az apámmal lenne dolguk, ő már nem él. Tegnap éjszaka megölték. Igen, tudjuk. A bűnügyi rendőrségtől jöttünk. Tessék. Köszönjük. Schuster úr. Igen, én... Hiszen mondtam maguknak, hogy én gyakran elbeszélgettem az éjjeli őrrel, és hogy főleg a családról, a gyerekekről, ezért aztán eljöttem ide. Mert... Mert? Nézze, elvégre én ott voltam, amikor megölték. Talán már... Igen, tessék. Talán már kinyomoztak valamit a tettesekről? Nos, a nyomozás nemrég indult meg. Előbbre jutottak? Nem olyan egyszerű ez, hiszen Schuster úr nem tudott pontos személyleírást adni. Na igen, éjjel történt, és rémült voltam a lövések miatt. Tehát még semmi nyoma a tetteseknek? Semmi, eddig semmi. Szép, hogy eljöttek. Anyám a hálószobában fekszik. Kikészült idegileg. A húgom nem sokára hazaér. Tudja, pincérnő Garmischban. Csak ma reggel tudtam értesíteni. Kérdezhetnék valamit? Hogyne? A zsákmány tényleg 2,5 millió? Nem tudom pontosan. Harry? Igen, lehet, hogy több is. Tudják, hogy az apám milyen szegény ördög volt? Láthatják, milyen körülmények közt élt. Szerényebb lakás már nincs is. A hajaszálát se görbítette meg soha senkinek. Most meg lepuffadják. Mi lesz majd a tettesek sorsa, ha elkapják őket? Felelnek majd a bíróság előtt, gyilkosságért. Oké. De az apámat ez se támasztja fel. A húgom. Tessék. Kedvesek ezek a víznerék. A fiút nem is ismertem. De nagyon rokoszemes ember. Ugye megengedik, hogy most elbúcsúzzak? Hogyne. El kell mennem a feleségemhez. Említettem ugye, hogy külön váltan élünk. Miért viselkedik így ez az ember? Sántikál valamiben? De miben sántikálna? Ismeri a tetteseket. És megfizetteti velük a hallgatását. Semmi sem támasztja alá. De nem lehetséges, hogy ez az ötlete támadt? Úgy érted, a Wiesner fiúval együtt? Na nem, szerintem ez képzelődés. Reméljük. Ön az? Jó napot, Schuster úr. Jó napot. Hozzám igyekszik? Igen. Fontos dolog. Épp találkozom van a feleségemmel.
Ja, igen, persze. Említette már, hogy külön él a feleségétől. Igen, néhány hónappal ezelőtt elköltözött tőlem. Nem bírta idegekkel, hogy elveszítettem az állásomat. De azóta úgy látszik rájött, hogy talán mégiscsak rosszul tette. Igazán? Visszahozom ide. Nagyszerű. Akkor nem is tartóztatom tovább. Ne vigyem el kocsival. Nekem is van kocsim. Maga? Csak azt akartam megkérdezni, hogy vannak. Köszönöm. Kicsit jobban. Remek. Bemehetek, ugye? Tessék. Köszönöm. Véletlenül jártam csak erre, és beugrottam. Nem is nagyon számítottam rá, hogy itthon találom. Miért nem? Hát nem dolgozik. Szabadságot vettem ki. Igen, értem, hogy az édesanyja mellett maradjon. Jobban van már? Bevittük tegnap egy szanatóriumba, hogy helyre jöjjön. Mm. És maga szabadságon van? Igen. Rám fér a pihenés. Hát persze, értem. Éppen elég baj szakadt magára. Igen, ez a helyzet. Ah, jó. Megyek. Jó. És hogy valamit el ne felejtsek. Még mindig nincs semmi nyoma a tetteseknek. És ezt főleg azért sajnálom, mert amit elkövettek, voltak éppen értelmetlen gyilkosság. Az a gyilkosság értelmetlen volt. Apámnál is volt akkor fegyver. De ő alig halőtt volna vele. Van valami újság? Nincs semmi nyoma a tetteseknek. Nem utazott vissza Garmischba? Nem, én... A húgom is kivett pár nap szabadságot. Sok mindent kell most végig gondolnunk. Igen. Ahogy nekünk is. Elképzelhető ez. Az apjuk gyilkosától pénzt fogadnának el. Ha már itt tartunk, bezárhatjuk a boltot. Ha itt tartunk, véget ér a tudományunk. De gondold meg... Mit gondoljak meg? A halál, még ha gyilkosság okozta is, az tény. Végleges tény. Azt nem lehet már visszacsinálni. És amit nem lehet visszacsinálni, azt elfogadják. Elfogadják. Vagy beletörődnek. Úgy van, ahogy mondod. Elfogadják és beletörődnek. Schustert és a Wiesner testvéreket mától figyeltetni fogjuk, mégpedig éjjel-nappal. Már 20 perce bent van a vendéglőben. Jó napot! Jó napot! Na csak! Schuster úr és Hasner úr, ismerik egymást? Hát persze, hogy ismeri őt Schuster úr, hiszen látta nem is olyan régen. Ugyan hol láttam volna? Fényképen, amikor megmutattuk a betörésért büntetett személyeket. Igen, épp erről beszélgettünk, csak félre ne értsed, Erik. Jöjjön le ide mellék, ha megengedi, meg is magyarázom. Kezdjen neki. Eljöttek hozzám a múltkor azon az éjszakán, amikor az ékszerüzletet kirámolták, igaz? És megkérdezték, van-e alibim. Én meg tisztára paf voltam, sehogy se fért a fejembe, sejtelmem sem volt semmiről. Aztán másnap olvastam az újságban, milyen balhé történt. Hogy valaki látta és talán azonosítani is tudja a tetteseket. Akkor persze leesett a tantusz. Hát, hogy megmutatták neki a fényképgyűjteményüket, igaz? Ő meg nyilván mindjárt rábökött az ujjával, így volt? Nem. Nem. Akkor jó. Mit áldogál, üljön le. Azt mondta nem.
Hallottam? Na szóval gondoltam, tisztázom, mi volt ez az egész félreértés, és megnézem magamnak, milyen ez a pasas. Éppen tisztáztuk is, amikor maga bejött. Beéri ezzel? Maga mit szól hozzá? Igen, ez így igaz. Na tessék. Mondja csak, Derrick úr, véletlenül tért be ide, vagy talán figyeltet? Véletlenül vagyok itt. Nincs kifogása az ellen, hogy én most elköszönök? Nincs. Nagyon örültem, Derrick úr. És minden jó, Schuster úr. Talán majd jelentkezem még, Derrick úr? Újra otthon van már a felesége? Igen. Hiszen megmondtam magának, hogy visszajön hozzám. Beszélhetnék most vele? Minek? Parancsoljon. Erika! Derrick úr van itt a bűnügyi rendőrségtől. Jó napot. Jó napot. Jöjjön be. Tudod, ő foglalkozik azzal az ügyel, amiről meséltem neked. Tessék. Meg akar téged ismerni. Elmondtam, hogy néhány hónapi különváltal éltünk bizonyos félreértések miatt. Megkínálhatjuk valamivel? Négy kávéval. Tessék. Igazán szép gyűrű van az ujján, asszonyom. Mit akar ezzel? Szép brilliáns gyűrűje van a feleségének. Talán új? Nem, dehogy új. Miért lenne új? Már régen megvan neki. És mikor kapta a gyűrűt? Hogy mikor? Miért? Csak szeretném tudni, hol vették, melyik ékszerüzletben. Mi jogon kérdezi? A férjemtől kaptam ajándékba. Nem vagyok köteles beszámolni arról, hogy hol vettem. Megnézhetem? Elvihetem. Csupán egy napra. Ha óhatja, vigye csak. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Itt van Massoni úr? Egy pillanat türelmet. Massoni úr. Az urak a bűnügyi rendőrségtől. Jó napot. Jó napot, Massoni úr. Nos, Massoni úr, elhoztam egy gyűrűt. Szeretném megkérni, hogy vizsgálja meg, hogy ez nem a zsákmányból való-e. A zsákmányból? Szabad kérni? Tessék. Egy perc türelmet. Ezze, Bosner úr. Kérem a listát. Sajnálom, ez nem tőlünk való. Olyan minőség, amilyet nem tartunk. De még várják meg, mit mond Bosner úr. Nem, nem tőlünk való. Hogy került magukhoz? Megtudhatná, mennyit ér ez a gyűrű? Körülbelül 12-13 ezer márkát, vagy kicsit többet. És azt mondja, ilyen minőséget nem tartanak. A kő majdnem két karát, de nem elég tiszta. Hadd kérdezzem meg újra, hogyan jutottak hozzá? Te kár. Azt hittem, már meg is oldottuk az ügyet. Ha nem tévedek, a gyűrűt hozta vissza. Tessék, itt van. Megmondaná, mit csinált vele? Csak ellenőriztettem, hogy a zsákmányból való-e. És? Milyen eredményre jutott? De ezt felesleges is volt kérdeznem. Megmondták magának, hogy nem onnan való. Igazam van? Igen, igaza van. Óhajt még valamit tőlem? Nem. Minden jót.
Hogy hívják a vendéglőt? Köszönöm. Szerencse, hogy itt vagytok még. Schuster, a felesége és Wiesnerék épp most mentek együtt vacsorázni. Mással kiszolgálnak, mintha te szolgálsz ki, igaz? Nagy különbség, az igaz. Én is élveztem, hogy nagyságos asszonynak szólítottam. Igen, valahogy így kellene élni. Hamar megszoknánk, nem? Hát meg. Nem csak kérde. Jó estét. Jó estét. Á, jó estét. Remélem, íz lett a vacsora. Igen, nagyon jó volt. Gyakran jár ide, Wiesner úr. Most vagyok itt először. Meghívták? Nem. Miért kérdezi? Mennek még valahová ma este? Nem. Talán igen. Be kell számolnunk róla? Ugyan, dehogy, dehogy. További kellemes szórakozást kívánok. Köszönjük. Köszönjük. Jó estét. Jó estét. Elmentek még utána egy diszkóba és két másik mulatóba. Végül aztán Schuster hazavitte a Wiesner testvéreket, és még körülbelül fél óráig ott maradt. Köszönöm. Folytassuk a megfigyelésüket? Igen, persze. Egészen biztosra veszem. Ezek tudják, kik a tettesek. Miért jött el ide? Mit akar még tőlem? Szeretnék képet alkotni magáról. Szeretném tudni, hogy kicsoda. Hogy ki vagyok? Igen. Az ön... Mondjuk talán az ön mentalitása érdekel, vagy ha úgy jobban tetszik, a jelleme. Nekem viszont semmi kedvem a jellememről beszélni magával. Talán azért, mert nincs is. Maradjon, kérem. Nézze, Wiesner úr, én láttam az apját a lépcsőház kövén feküdni holtan, meggyilkolva. Megmondaná végre, mire jó ez az egész? Azt hiszem, hogy ön ismeri a gyilkosokat. Nekem még elgondolni is képtelenség, de maga is Schuster hallgat. És a gyilkosok fizetnek érte. Ez valóban képtelenség. Hogy támadhatott ilyen képtelen ötlete? Azt vártam, a bizonyítékról kérdez majd. Úgy gondolja, amire nincs bizonyíték, az nincs is. Talán csak megkérdezhetem magától, bizonyítani tudja-e, amit rám akar kenni. Meddig lesz még az édesanyja abban a szanatóriumban, Vízzében? Egy hónapig, talán kettőig. Amennyi a teljes gyógyuláshoz kell. Igen, és maga előleget fizetett erre, tetemes összeget. Talán nem szabad. A kérdés csak az, miből? Honnan van ennyi pénze? 4,500 márkát fizetett nekik. És ez csak az előleg. Megmutatná a számla kivonatait? Nem. Barátocskám, azt hiszem tipikus csőhelyzetbe került. Nem fog megbirkózni vele. Akkor sem, ha tényleg jellemtelen ember. Hívjon fel, kérem. Talán szükségét érzi majd. Értettem, véget. Schuster elment Hasnerhoz, a csehójába. Megnézzük, mit keres ott.
Mióta van bent? Éppen fél órája. Nem jöhetett ki máshol? Nem, figyelünk minden bejáratot. Nem? Bemegyünk? Igen. Látta el így a baját? Mi? Azt kérdezem, ki verte meg? Mi történt velem? Ezt az embert kegyetlenül agyba főbe verték. És nem csak verték, folytogatták is. Nem sok híja volt, hogy agyonüssék. Na, Schuster úr, ki csinálta ezt? Hasner tette? Nem. Nem. Én nem tudom, ki tette. Nem láttam semmit se. Ő volt Hasner? Nem. Miért ment a kocsmába? Tudja, hogy az Hasner törzs helye? Nem tudom. Schuster úr, Hasner tette? Nem. Adjanak engem békén. Menjenek. Hozzák be Hasnert. Hasner úr, tessék. Jó napot. Maga verte agyba főbe Schuster tegnap este? Ugyan, Derrick úr, hogy gondolhat ilyet? Szeretném látni a kezét. Hol szerezte ezt a sérülést? Sérülést? Karatézni járok, az edzésen történt, de nem vészes, Derrick úr. Hülyének néz engem? Még hogy én. Maga tegnap este Schustert agyba főbe verte. Ő mondja? Ő nem mondja. Na tessék, mit akar akkor tőlem? Ő biztosan tudja, ki verte laposra. Tegnap este hol volt? Vagy úgy, tehát megint kíváncsi, hogy van-e alibim, ha? Csúnyán megjárná, ha nem lenne. Mi ugyanis egész éjjel kerestük, és nem volt otthon ma reggelig. Na igen, megesik, hogy néha egy barátnőmnél maradok. Igazán. Mi a baj? Amint látom, nem jut egyről a kettőre, Derrick úr. Hasner, maga tegnap éjszaka Schustert kegyetlenül agyba főbe verte. És Schuster tagadja, hallgat. Ez pedig engem gondolkodóba ejt. Vajon miért hallgat Schuster? Csak az ő dolga, hogy miért. Engem minden esetre ki kell engednie, nem? Jobban van a férje? Nem sokat javult. Kímélni kell az izgalmaktól. Sajnálom, én nem kímélhetem meg tőlük. Önök itt vannak? Miért jöttek el? Miért jöttünk el? Hisz láthatja. Valaki leütötte Schustert. Hallottuk, hogy mi történt. És eljöttünk meglátogatni. Önöknek elmondta, hogy ki ütötte le? Nem emlékszik, ki tette. El kell fogadnia, hogy ez igaz. Látja, hogy helyben hagyták. Biztos agyrázkódása van. Hát akkor figyeljenek rám, de jól. Hasner. Ugye ő, Schuster úr?
Halsner hagyta helyben ilyen csúnyán. Most pedig tudni szeretném maguktól, hogy miért. Elég volt a hallgatásból. Mondják el végre, mit tudnak. Mit tud maga? Mit tud maga? És önök ketten. Nem tudunk mi semmit. 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 Amint látom, nincs az ujján a gyűrűje. Talán nincs meg már. De! De megvan. Ó, hagyja látni. Nem. Arra semmi szükség. Megszenvedtek érte. Na mi van? Nem mondanád el, mire jutottál? Halsnernak tényleg nincs köze a betöréshez és az ékszerrabláshoz. Csak mi ismertettük meg az ügyel, Schuster neve pedig sajnos benne volt az újságban, mire Halsner villámgyorsan kapcsolt, hogy Schuster tudja, kik a tettesek. És félholtra verte, hogy kiszedje belőle. Most már megérted, miért nem mondja el. Pontosabban, miért nem mondhatja el, hogy kiverte véresre. Átmenetileg zárva. Menjünk fel. Ide kötötték a kötelet a csőre. És aki itt leereszkedik, nyomot kell hagyjon a falon. Mi pedig semmiféle nyomot nem találtunk. Miért? Mert innen senki nem ereszkedett le. Itt mentek be. Mégpedig kulccsal. A riasztóberendezést egyszerűen kikapcsolták, ahogy bárki simán kikapcsolhat egy riasztóberendezést, aki ismeri. Ki csinálta az önbetörést? Massoni? Ott voltál, amikor megmutattam a gyűrűt neki. Azt mondta, ez nem tőlünk való. A pasas hazudott. Tőlük való a gyűrű. Stefan, te is úgy láttad, hogy megijedt? Á, Derrick úr! Megengedi, hogy bemenjünk? Természetesen. Egy kis türelmet. Jártunk már az üzletében is, de zárva találtuk. Igen, mivel még alig van árunk. Az üzlet egy ideig zárva marad, de tessék, fáradjanak be. Köszönjük. Az alkalmazottaival van itt. Nem csak azok, mert Wegner asszony a házamban lakik. Mi együtt élünk. És Bosner úr a bátyja. Miért jöttek el most hozzám? Igen, egy kérdést szeretnék feltenni. Ismerte ön Schuster urat? Hiszen évekig ugyanabban a házban dolgozott, és ő ismeri önt. Sőt, azt hiszem valamennyiüket. Csak persze az a kérdés, hogy... Ismerte ön is? De kérem, hogy képzeljük, rengeteg ember járott ki be örökké. Nem ismertem addig azt az embert. Önök sem ismerték? Én nem ismerem ma sem. És ön? Nem emlékszem, hogy láttam volna korábban azt az embert. Miért kérdezi, kérem? Egy elgondolás merült fel. A tettesek elrohantak Schuster mellett. És ő felismerte őket. Egyiküket, lehet, hogy mindkettőt. Talán ezt vallotta? Az egyiküket Schuster úr felismerte.
Egyikünket? Kit ismert fel? Egyiküket, ez a feltevésünk. A feltevésük? A feltevésünk. Azt viszont tudjuk, hogy a rendőrségnek nem árulta el, kit ismert fel. Ehelyett, feltevésünk szerint, felkereste önöket? Kit keresett fel? Massoni urat. Neki mondta el, hogy egyikükre ráismert. Így aztán... szembe találták magukat egy szemtanúval. Légből kapott állítás. Egy szemtanúval. Ismétlem, légből kapott vád. Van egy szemtanú, maguk pedig tárgyaltak vele. Pénzt adtak neki, és mellesleg még egy brilliáns gyűrűt is a feleségének, nem? És ez szintén csak feltevés? Igen, feltevés. Miért nem hozta ide azt a szemtanút? Erről jut eszembe, jelentkezett már maguknál egy Halsner nevű alak? Nem is kérdezik meg, hogy ki az? Ki az? Elég volt vége a komédiának. Most velem jönnek. Mind a hárman. Őrizetbe veszem magukat. Lili? Tessék. Van egy életmentő kávéd. Van. Na, hogy álltok velük? Hát, ész nélkül tagadnak. Tárhatunk eléjük bármit. Az adósságokat, a hiteleket, amelyek a körmükre égtek, igen, nyakig el vannak adósodva. De ők csak tagadnak, azt hajtogatják, hozzák ide a szemtanút, szembesítsenek minket. Na és ki a legkeményebb dió? Bosner. Arcizma serezdül. Ismétlem, uram, állítás a légből kapott, és én tiltakozom ellene. Mindez nem bizonyítható be. Nem fél a szemtanútól? Nem én. Egyáltalán? Egyáltalán. Harry, hol van Schuster? Gondolom otthon. Halsner kapcsolatba lépett velük. Massonival és Bosnerrel. Csendes társként beszállt az üzletbe, amit megtudta Schustertől, hogy kik a tettesek. Tehát neki is útjában van már a szemtanú. Tessék. A férjem találkozik valakivel. Nem tudom, hol. Azt sem tudom, hogy kivel. Értse már meg, nem tudom, hol van. Na, Schuster úr, hogy mint van? Hát, szálljon csak vissza. Beszédem van magával. Csusszon át, én vezetek. Willi, köröztes Schuster kocsiját, nagyon sürgős. Igen. Hová megyünk most? Mindjárt meglátjuk. Egyességre jutott Massonival? Igen, egyességre. Miben egyezett meg vele? Azok rettentően félnek magától. Senkinek sem kell félnie. Persze. Hát nem érti, hogy eszméletlen kockázatot jelent mindenkinek? Nekem is. Igen. Hová akar vinni? Nyugi, ne izguljon, Schuster úr. Ki akarok szállni? Kérem, álljon meg! Itt nem lehet megállni. Ott van a kocsi. Izár 52-11. Megvan a körözött gépkocsi. A Müncheni út déli részén halad ki a városból. Hány kocsi van a közelben? Jó, köszönöm. Engedje, hogy kiszálljak! Ki akarok szállni?
Hallottam a lövéseket. Aztán két ember rohant ki a házból. Ismertem mind a kettőt. Az ékszerüzlet alkalmazottjai. Csak bámultam, hogy éppen ezek? Csak álltam ott, olyan döbbenten, hogy azt el se tudom mondani. Aztán azt gondoltam, jobb lesz, ha hallgatok róla. Mikor beszélt Massonival az ügyről? Másnap reggel. Elmentem hozzá, és azt mondtam neki, Massoni úr, láttam az éjszaka a maga embereit. Erre fenyegetőztek. Ha jót akar, egy szót se erről. Azt mondtam rá, hogy elmeséltem már az éjjel jöjj gyerekeinek. Azt felelték. Bőkezőek lesznek hozzánk. Mi meg úgy képzeltük, hogy ez lesz a legjobb megoldás. De hát nem volt az. A legrosszabb volt. Bemutattuk a Derrick című bűnügyi sorozat filmjét, a Szemtanú. Írta Herbert Reinecker. Derrick főfelügyelő, Horstappert, magyar hangja Szabó Ottó. További magyar hangok. Gálvölgyi János, Szersény Gyula, Láng József, Földesi Margit, Koroknai Géza, Bajka Pál, Rékasi Károly, Orosz Helga, Surányi Imre, Kovács István, Makai Sándor, Tóth Enikő. Magyar szöveg, Asztalos József. Hangmérnök, Láng Noémi. Rendezőasszisztens, Szőnyi István. Vágó, Katona Edit. Gyártásvezető Dudás Ica. Szinkronrendező Hazai György. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. Fényképezte Michael Georg, Hannes Fürbringer és Tobias Ringelmann. Filmet rendezte Theodor Gredler.